kívánok, hölgyeim és uraim! Üdvözlöm Önöket, és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Ő Excellenciája Benjamin Netanyahu urat, Izrael állam miniszterelnökét hivatalos látogatása alkalmából rendezett aláírási ceremónián és nemzetközi sajtótájékoztatón. Tisztelettel köszöntöm Orbán Viktor miniszterelnök urat, az izraeli, valamint a magyar delegáció tagjait és minden kedves vendégünket. Tisztelt hölgyeim és uraim! Mai eseményünkön két megállapodást ír alá Magyarország és Izrael, amit Orbán Viktor Magyarország miniszterelnökének és Benjamin Netanyahu úr Izrael állam miniszterelnökének közös nemzetközi sajtónyilatkozata követ. Az első megállapodás a 2017-19-es évekre szóló kulturális együttműködési program. Magyar részről aláírja Balogh Zoltán, emberi erőforrások miniszter, izraeli részről pedig Yosef Amrani, izraeli nagykövet. Kérem, fáradjanak az asztalhoz. Nagykövet úr, miniszter úr, köszönöm szépen. A második megállapodás egy szándéknyilatkozat az innováció, az ipar 4.0 és az önműködő autók fejlesztésében való együttműködésről. Magyar részről aláírja Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, izraeli részről pedig Yosef Amrani izraeli nagykövet. Miniszter úr, parancsolja. Miniszter úr, nagykövet úr, köszönöm szépen. Kérem, foglaljanak helyet. Most pedig felkérem Orbán Viktor urat, Magyarország miniszterelnökét, hogy tegye meg nyilatkozatát. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Tisztelettel köszöntöm Netanyahu miniszterelnök urat és delegációját, Izrael állam hivatalos delegációját. Itt Budapesten. És röviden összegzem mindazt, amiről a miniszterelnök úrral tárgyaltunk. Először is szeretném tájékoztatni Magyarország közvéleményét arról, hogy Izrael állam miniszterelnöke a látogatása során kifejezte Izrael tiszteletét Magyarország iránt. Én pedig biztosítottam a miniszterelnök urat Magyarország, Izrael állam iránti tiszteletéről. Megállapítottuk, hogy minden államközi kapcsolat alapja a kölcsönös tisztelet, és ezt az elvet fogja Magyarország követni a jövőben is. 30 év után a demokratikus Magyarország történetének elmúlt 21 néhány éve során először fordul elő, hogy megtisztel bennünket Izrael állam miniszterelnöke egy hivatalos látogatással. A cél konszolidálni és megszilárdítani a két ország kapcsolatát hosszú időre. Mindannyian tudjuk, a miniszterelnök úr is tudja, hogy Magyarországon jelentős zsidó kisebbség él.
nyilvánvalóvá tettem a miniszterelnök úr számára, hogy az ő biztonságukat, akik magyar állampolgárok, a magyar állam teljes mértékben garantálja. Világossá tettem a miniszterelnök úr számára, hogy a magyar kormány zéró toleranciát hirdetett mindenfajta antiszemitizmussal szemben. Elmondtam a miniszterelnök úrnak, hogy a zsidó életnek ma reneszánsza van Magyarországon, és erre mi büszkék vagyunk. Úgy gondoljuk, hogy ez a zsidó élet reneszánsza egy komoly hozzájárulás a magyar nemzet közös teljesítményéhez. Természetesen beszéltünk a történelemről is. Ez egy ilyen találkozón nem csak hogy elkerülhetetlen, hanem kívánatos is. Elmondtam a miniszterelnök úrnak, hogy tudatában vagyunk annak, hogy egy nehéz történelem van a hátunk mögött. Szerettem volna számára is nyilvánvalóvá tenni, hogy Magyarország kormánya egy korábbi időszakban hibát, sőt bűnt követett el, amikor nem védte meg Magyarország zsidó származású polgárait. Szeretném világossá tenni, a fölfogásunk szerint minden magyar kormánynak az a kötelessége, hogy minden állampolgárát származásával tekintet nélkül megvédje. A II. Világháború idején ennek a követelménynek, ennek az erkölcsi és politikai követelménynek Magyarország nem tett eleget. Ez bűn, ugyanis akkor úgy döntöttünk, hogy a zsidó közösség védelmezése helyett a nácikkal való kollaborálást választjuk. Világossá tettem a miniszterelnök úr számára, hogy ez soha többé nem fordulhat elő. A magyar kormány a jövőben minden állampolgárát meg fogja védeni. Ami a jövőt illeti, tisztelt hölgyeim és uraim, ez a látogatás egy új fejezetet nyit. A miniszterelnök úrral alaposan végigbeszéltük a lehetőségeit a most megnyíló jövőnek. Egyetértettünk abban, hogy a potenciája a két ország együttműködésének elmarad a lehetőségeink, a potenciáltól elmarad a teljesítményünk. De mind a ketten egyetértettünk abban, hogy a zsidó-magyar együttműködésnek a jövőről kell szólnia. Egyetértettünk abban, hogy a biztonság lesz a legfontosabb. Én köszönetemet fejeztem ki a miniszterelnök úrnak azért az erőfeszítésért, amellyel Izrael hozzájárul Európa biztonságához. Egyetértettünk abban, hogy az antiszemitizmus erősödését Európában meg kell fékezni, és ennek érdekében határozott politikát kell folytatni. A magyar kormány részéről világossá tettem, hogy mi elismerjük Izrael jogát az önvédelemre, és mi is úgy vagyunk ezzel, hogy elvárjuk, hogy elismerjék a mi jogunkat a saját magunk önvédelmére. Világossá tettem, hogy Magyarország komoly vitákban áll az Európai Unióban. Magyarország ugyanis nem akar kevert népességet, nem akarja megváltoztatni a mostani etnikai összetételét, semmifajta mesterséges külső befolyásnak nem kíván engedni. Szeretnénk olyanok maradni, amilyenek vagyunk. Akkor is, hogyha be kell ismernem, hogy nem vagyunk tökéletesek. Tisztelt hölgyeim és uraim, beszéltünk a gazdasági együttműködésről. A miniszterelnök úr azt javasolta, hogy a szokásos bürokratikus megközelítés helyett inkább üzleti szempontú, projektalapú megközelítést válasszunk. Kijelöltünk néhány területet, ahol kifejezetten biztatni fogjuk az üzletembereinket az együttműködésre. Ilyen a high-tech és különösen az autóipar most megnyíló új korszaka. Beszéltünk kulturális, oktatási és tudományos együttműködésről, és azt gondolom, hogy fontos lépéseket tettünk a két ország kapcsolatának sűrítése, a szálak megerősítése irányába. Összegzésképpen azt kell mondjam önöknek, hogy örülök, hogy Magyarország ma egy elkötelezett hazafit fogadhatott Budapesten. Meggyőződésem, hogy ma a világban a hazafias kormányok a sikeres kormányok, és a sikeres országok a jövőben is azok lesznek, amelyek a nemzeti identitást és a nemzeti érdeket nem iktatják ki, sőt, talán első helyre teszik a működésük során. Tisztelt hölgyeim és uraim, tanulni is van mit Izraeltől. Izrael azt tanítja a világnak és így a magyaroknak is, hogy amiért nem harcolunk meg, azt elveszítjük. Mert hogy a modern világban mindenért meg kell küzdeni. Nagyon remélem, hogy modern korszaknak ezt a vastörvényét
egyre több magyar honfitársunk fogja megérteni. Köszönöm szépen a figyelmet. Miniszterelnök úr, köszönöm szépen. Most pedig felkérem Benjamin Netanyahu urat, Izrael állam miniszterelnökét, hogy tegye meg nyilatkozatát. Thank you, Prime Minister Orbán, for this very warm welcome. I'm honored to be the first Israeli sitting Prime Minister to have an official visit to Hungary. It's quite astounding that it didn't happen before. It's about time, and it's wonderful to be here on this first time. When I come to Hungary, the first thing I think about, before anything else, is that Hungary was in many ways, the birth of modern Zionism, the movement that led to the establishment of the modern Jewish state, because in Hungary was born our modern Moses, Theodor Herzl. And I intend to visit, on this visit, the site of his home. It is probably inconceivable to think of the Jewish state, the state of Israel today, if it weren't for that man born here in 1860, who envisioned the rebirth of the Jewish state, and who saw in his mind's eye also the great challenges that would be posed by anti-Semitism. He thought that this ultimately was the best solution for the Jewish people. Now, since that time, obviously, the Jewish people have suffered great tragedy, and we've overcome it. You've alluded to it. And also, the people of Hungary face great struggles, and you've overcome it. We have both built modern, vibrant states. We recognize the past as we seize the future. The future, I think, belongs to those countries who innovate. Israel is an innovation nation. Hungary is a country with great, great talents. And we believe that this partnership, along the lines that Prime Minister Orbán discussed, I think these are the ways to proceed. Tomorrow there's going to be a meeting here of CEOs from both countries. They'll meet to discuss economic and business terms. Prime Minister Orbán and I also discussed cooperating on areas such as cyber and areas of security, which are important for both countries. And of course, I'm sure that this will get a practical boost from this visit. Of course, we are going to instruct our respective people to make sure that this happens. But the idea is not to stay where we are, but to move forward. I think there is a great future for both of us. I know that technology by itself, Prime Minister, my experience, is not enough. It's a requisite, but it's not sufficient. What you need to make economies grow is reforms, market reforms. We discussed this many years ago. You called me and you said, we'd like to learn from your experience. And I actually sent somebody here to tell you at least of what we were doing. I've since followed what you've been doing. And obviously there's been a growth of both of our economies. And I think together we can do even more. And this is, the result of this visit. We're also going to deepen cultural ties to bring our peoples closer. Many Israelis come here. I invite Hungarians to come to Israel. You have a beautiful country. We have a beautiful country. I think we should visit each other. I discussed with Prime Minister Orbán the concerns that I heard raised from the Jewish community here. Reassured me in unequivocal terms, just as he did now publicly. I appreciate that. These are important words. And I also want to thank you, Prime Minister, for standing up for Israel in international forums. You've done that time and again. We appreciate this stance, not only because it's standing with Israel, but it's also standing with the truth. And I believe that Emmanuel Macron, whom I visited yesterday, 2 days ago, said something very important. He said, there's a new anti-Semitism that is expressed in anti-Zionism, that is, in delegitimizing the one and only Jewish state.
In many ways, Hungary is at the forefront of the states that are opposed to this anti-Jewish policy, and I welcome it. I express the appreciation of my government and the people, many people in Israel, for this. Equally, I want to say that I look forward to the opportunity tomorrow to meet with the Visegrad group. Thank you for inviting me. Thank you for hosting this group, to invite me to speak to this group, because I believe that we have many, many common interests. So for all these reasons, I want to say thank you for this invitation, and I look forward to our discussions. Thank you. Miniszterelnök úr, köszönöm szépen. Miniszterelnök urak, hölgyeim és uraim, nemzetközi sajtótájékoztatónk véget ér. Kérem a miniszterelnök urakat, hogy egy rövid fotó erejéig talán még álljanak meg. Köszönöm szépen, viszontlátásra, köszönjük, hogy itt voltak.